Várták a nyarat tavaly ezek a 8. osztályos fehérvári diákok. Ők akkor már fellélegezhettek, ám most újabb 8. osztályosokon van a sor, hogy jól teljesítsenek az írásbeli vizsgán, s bejuthassanak abba a középiskolába, gimnáziumba, amelyeket kiválasztottak maguknak. Egy korábbi felvételen a Ciszterci Szent István gimnáziumban az egyik osztályfőnök adott néhány tanácsot a végzősöknek. Akkor a fiatalok már nagyon várták a tanév végét, de tudták, nagy feladat vár rájuk az új tanévben. Ebben az évben január 20-án szombaton délelőtt 10 órakor tartják a központi felvételi vizsgát. Ezen a napon írásbeliznek a 8 vagy 6 osztályos gimnáziumba jelentkező és a 9. osztályba készülő diákok is. A feladatsort csak egyszer egy iskolában kell megírni, annak eredményét országszerte elfogadják, hiszen a feladatsorok mindenki számára egységesek, közölte az oktatási hivatal. Amennyiben erről a vizsgáról valamilyen komoly igazolható indokkal, például betegség miatt lemaradna valaki, január 30-án délután 14 órakor pótló központi felvételi vizsgát szerveznek.